A Mi Hazánk mozgalom átfogó, az eddigieknél jóval alaposabb segítséget és támogatást követel a mezőgazdaság és az építőipar számára. Mindkét ágazat húzóágazat, nemzet gazdasági stratégiai, sőt a mezőgazdaság esetében élelmiszerbiztonsági, nemzetbiztonsági szempontból kiemelten fontos ágazatokról van szó. Mindkét ágazatnak korlátozható a gépesíthetősége, korlátozott a gépesíthetősége, éppen ezért rengeteg élő munkaerőt foglalkoztat. És hát a világjárvány okozta közeledő, vagy éppen már beköszöntő gazdasági válság kezdetén érdemes lenne bizonyos problémákat megelőzni. Éppen ezért az építőipari munkáltatók és munkavállalók jóval nagyobb segítségre tartanának igényt, akár a munkabérek és azok közterhei vonatkozásában, akár egyéb működési költségek vonatkozásában, hiszen a láncreakció el fog érkezni, meg fogja találni az építőipart is, és hogyha az építőipar lelassul, vagy nehogy Isten leáll, akkor a válság egyre mélyebbé fog válni, és sokkal tovább fog tartani, mint azt egyébként szükséges lenne. A mezőgazdaság esetében azt látjuk, az a vélemény a Mi Hazánk mozgalomnak, hogy eddig a mezőgazdaság szereplői, az ott tevékenykedő munkáltatók és munkavállalók nagyjából annyi segítséget kaptak, hogy megmaradt a szabad mozgásuk, és kimehettek a földekre elvégezni azt a munkát, amit egyébként is el szoktak vagy el tudnak végezni. Itt létezik egy viszonylag gyenge támogatási rendszer, amely a munkavállalóknak, a mezőgazdasági munkavállalóknak 2000 forint per nap plusz támogatást, álláskeresési támogatást jelent. Ugyanakkor nem látja Mi Hazánk mozgalom a munkáltatói lábát ennek a támogatási rendszernek. Nagyon helyes, hogy azok a közmunkások, akik adott hónapban 15 napot dolgoznak a gazdák mellett napi bejelentés révén, kapnak a munkabéren felül még 2000 forint támogatást. Nem vonnánk ezt el tőlük, de a munkáltatóknak jelen pillanatban erre tekintettel semmilyen támogatás, kedvezmény, mentesség vagy bármilyen előny nem jár. Tehát a Mi Hazánk mozgalom nem azt szeretne, hogy a munkavállalóktól vegyék el és csoportosítsák át a munkáltatókhoz, hanem legalább ennek a munkavállalói támogatásnak a fenntartása mellett a munkáltatók is részesüljenek valamilyen gazdasági előnyben, annak érdekében, hogy az építőipar mellett a mezőgazdaság is felszínen maradjon ezekben az igen nehéz és válságos időkben.